Ez a Háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Vita Dániel, Kerner Zsolt és Jankovics Márton a mai Háromharmadban, ami annyiban unortodox felállás, hogy most uh, Rebeka és Jóska távol létében én ugrok be a műsorvezetői posztra. A tengeren túlra vándorolnánk az első témánkkal, mert uh, szokatlanul későn, de azért bekövetkezett Magyarországon azért mégiscsak a politikai uborka szezon, bár már tart túlsványos, de Orbán Viktor majd csak szombaton tartja meg nagy programadó beszédét, amiben biztos lesz majd kielemzendő téma, de ez a jövő heti adásra marad, hiszen ahogy általában most is pénteken vesszük fel az adást. Amerikában viszont abszolút nincsen uborka szezon távolról sem, és nem csak azért, mert zajlik egy elnökválasztási kampány, ami önmagában is azért ilyen már szokott izgalmakat tartogatni, de még ezen belül is különösen turbulens, hiszen a múlt héten még arról beszélgettünk, vagy azt latolgattuk, hogy vajon a Trump elleni merényletkísérlet politikai hatásai azok, kit fognak és hogyan előnyös helyzetbe hozni, de időközben a demokraták visszaszerezték annyiban a reflektorfényt, hogy Joe Biden a demokrata párt egyre növekvő nyomásának engedve bejelentette, hogy visszalép az elnök jelöltségtől. Idézem, hogy nagyra becsülöm ezt a hivatal, de hazámat még jobban szeretem. Mondta, majd hozzátette, hogy Semmi az égvilágon, még a személyes ambíciók sem állhatnak a demokrácia megmentésének az útjába, és tovább kell adni a stafétát a fiatalabb generációnak, vagy ahogy az angol ezt költőiben fogalmazza, a fákját továbbadni a következő generációnak. És ezzel a lehetőséggel egy ideje már számoltak az amerikai politikai elemzők is téma volt, és nagyjából két forgatókönyv bontakozott ki. Az egyik az, hogy a demokraták, párt vezetői és meghatározó alakjai majd rögtön besorolnak egy jelölt, vagy egy potenciális új jelölt mögé. A másik pedig az, hogy beindul egy nyílt versengés, ami akár, aminek kockázata, hogy akár politikai marakodásba és további széthúzásba torkolhat, Egyelőre most úgy néz ki pénteken, hogy az első forgatókönyv valósult meg. Ez Joe Biden maga belökte már azzal, hogy ezt a bizonyos fákját vagy stafétát szimbolikusan az alelnökének Kamala Harrisnek a kezébe helyezte át, és onnantól kezdve pedig most már gyakorlatilag a nagyon-nagyon túlnyomó többsége a mind a potenciális Kamala Harris potenciális riváliseinek, akik beszállhatnának ebbe a versenybe, mint pedig egyszerűen a meghatározó nagy öregjei vagy figurái a pártnak beálltak mögé, és támogatták az ő elnök jelöltségét, ami persze még nem hivatalos az augusztus második felében megtartott demokrata jelöltállító gyűlésig. Úgyhogy térjünk rá arra, hogy először is lehet-e még szerintetek itt bármi meglepetés, vagy fordulat abban a tekintetben, hogy ki lesz a demokraták elnök jelöltje, vagy most már a látszat nem csal, és tényleg Kamala Harris lesz az. Másrészt, hogy a most az első napokban vagy héten, a bejelentés utáni első héten tapasztalható eufória és lendülete a demokratáknak, ami már csak abból is fakad, hogy nem kell aggódniuk mondjuk egy-egy Biden beszéd alatt, hogy a jelölt az Zelenszkit leputyinozza vagy -e, vagy megbotlik-e a színpadon. Ez, ez, a lendület, ez mire lehet elég még a három és nagyjából három és fél hónap múlva esedékes elnök választásig a kampány fennmaradó részében? Úgy tűnik, azt hiszem, hogy, hogy nem nagyon kérdés, hogy Kamala Harris lesz a jelölt, és uh, hát uh, ha valami pozitívum elmondható erről a vergődésről, mint az elmúlt hónapokban volt, az talán pont ez, hogy úgy tűnik, hogy azért ez, ez a döntés mire megszületett, és Bidenben is megszületett, vagy Bidenig is eljutott, vagy ilyesmi, addigra azért valahogy a pártot sikerült úgy egységbe kovácsolni, hogy, hogy ne legyen egy ilyen, nem tudom, 2009-es Gyurcsány Ferenc lemondásához hasonló helyzet, amikor az volt a kérdés, hogy nem tudom, hűtőgép szerelő, vagy bankár, vagy kijön elő, és hogy egy ilyen, egy ilyen casting induljon, hanem hogy, hogy legalábbis ez viszonylag rendezetten történik. Nem is nagyon van idő másra összességében, pont azért, amit mondtál, hogy ugye a a választás az november elején van ugyan, de, de augusztusban azért a jelöltet meg kell e, nevezni, és annak, hogy itt egy ilyen belső kampány induljon, nem e, nagyon volt már tere, azt hiszem, ahhoz azért nagyon későn történt meg ez a visszalépés, hogy, hogy, itt azt ki lehessen nyitni azt a kérdést. Vannak ugye e, mindenféle kutatások Amerikában azért annak elég nagy hagyománya van arról, hogy, 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 ki mennyire népszerű, hogy most feltétlenül Kamala harris -e egyébként a, a legnépszerűbb, de hogy ő a legismertebb potenciális utód az, az szerintem elég egyértelmű. Itt ugye szerintem több fontos ilyen politikai kérdés Az egyik az, hogy ha a van lesz Igen, ez, ez biztos. Én amikor a, az elmúlt hetekben már így teljesen biztos voltam abban, hogy idővel a Biden vissza fog lépni, akkor azt gondoltam, hogy nyílt küldött gyűlés lesz. A mellett, ami mellett szóltak politikai érvek. Nyílt küldőgyűlésnek az lett volna az értelme, hogy azok a jelöltek, akik az elmúlt pár évben nem szerepeltek igazán, és nem politizáltak igazán, azok végigjátszhatják gyorsan, gyorsítva azt a folyamatot, amit egyébként az előválasztás jelent az elnökséget. Tehát, hogy kiálljanak, beszédeket tartsanak, leüljenek külön szervezetekkel, meggyőzik őket arról, hogy nekik van igazuk, szimpátiát szerezzenek, maguk mellé állítsanak másokat, és ez egy ilyen, ilyen edzőterem kb. A, a valódi verseny felét. Ez egy ilyen teljesen normális politikai logika, előválasztáson így bemelegítenek ezek a jelöltek, és akkor a vitára már készen állnak, és ennek van egy olyan része, egy csomószor, hogy mondjuk az inkubáns elnök, aki kevésbé kampányolt, kevésbé van bemelegedve a vitákra már. Tehát hogy a kihívók azok mindig erőteljesebbek ilyenkor, mert ugye végignyomtak egy előválasztást már, mire beértek a kampányba. Tehát ez lett volna azért a nyílt konvenció mellett, a nyílt küldőgyűlés mellett, viszont vannak ellenérvek, amik most már kiderült, hogy sokkal hangsúlyosabbak voltak. Az egyik az az, hogy nincs idő, hogy Dani mondta. Egyszer nincs idő arra, hogy megosztottnak tűnjön a demokrata párt a továbbiakban. A másik fő ok az, az, hogy azok az emberek, akik mondjuk kihívói lehettek volna Harrisnek ebben a versenyben, azok úgy döntöttek, hogy ezt nem csinálják, vagy nem most van itt az ideje. A Harris elnök jelöltségének van egy nagyon praktikus oka a demokrata oldalon is, ha nyer, ha nem nyer. Hogyha nyer, az ott egyértelmű, hogy mi a praktikus oldalt, mi a, a pozitív oldala. Ha nem nyer, annak sokkal kevésbé egyértelmű, de akkor a következő verseny nyitva marad. Tehát nem az lesz, hogy akkor ott lesz Kamala Harris, aki alelnök volt, a demokrata párt egyik erős embere, és a következő választáson őt kell majd elindítani, mert nem próbáltak ki semmi. Kap egy esélyt, hogyha most nem nyer, akkor az egész Biden-Harris elnökséget dobhatják uh, indulásra, és jöhetnek azok az ilyen felkapaszkodó emberek, akikre most is így csomóan beszélnek. Gavin Newsom, aki problémás volt, mert hogy ő is kaliforniai, uh, ahogy a Harris is, uh, Josh Shapiro, meg ezek, a, ezek az emberek, akik népszerűek voltak. Tehát ez egy nagyon praktikus döntés abból a szempontból, hogy akkor most tiszta kezdenek, hogyha ez mégse jönne be. De benne van ebben is a politika. Tehát a Harris egyelőre sokkal jobb jelöltnek tűnik, mint bárki várta volna. Ugye az ő munkásságet viszont kevesen ismerték, elég sokat beszélgettünk még ilyen ismerősökkel régen arról, hogy, hogy miért nem cserül le a Biden egy népszerűbb emberre. És én akkor azt mondtam, hogy azért nem, mert a Harris sok minden nem csinál jól, viszont egy dolgot nagyon jól csinál, nagyon hatékonyan beszél az abortusz ügyéről, ami az Egyesült Államok mostani kampányának szerintem a legfontosabb ügye lesz minden szempontból. Ugye az, hogy a republikánusok korlátozni akarják az abortuszhoz való hozzáférést, a demokraták pedig nem szeretnék, hogy ezt korlátoznék. Erről egy női volt tud a leghatékonyabban beszélni. És erről nagyon hatékonyan is beszélt. Szerintem ez volt az indok, amiért vele akart újraindulni, és ez az egyik indok, amiért ő egy tök jó jelölt, vagy pont abban bajom a beszédet egyébként, de még egy kicsit. <gül> <gül> van ebben, egy óra múlva. Egy óra múlva vagy van ebben még egy csomó ilyen tök hasznos dolog. Múgy. De hogyha már az ügyészi múltját szóba hoztad, mert ez ugye előkerült, és az is előkerült, hogy ő ugye egyszer már elindult az elnök jelölti posztért, aztán utána lett belőle Biden alelnöke, miután nagyon hamar kipottyant 2019-ben a a 2020-as elnökválasztásra készülő előválasztási versenyből, és ott pont azt mondták, hogy azért, mert hát ő ezzel az egész ügyészi háttérrel akkor a George Floyd gyilkosság vagy halála utáni tömegtüntetések és közhangulat miatt ez nem volt egy túlzottan előnyös pozíciója kampányolásra, meg amúgy is elkövetett hibákat. Aztán végül aláelnök lett belőle, de most pedig előkerülhet az a szempont, hogy ugye eddig Trump és, és, Biden viszonylatában nagyon úgy tűnt, hogy, hogy nem sikerül a demokratáknak hatékonyan megképezni azt, hogy ez a választás a demokrácia védelme, illetve az autoritár vágyálmok szabadjára engedése közötti választásról szóljon, hanem egyre inkább úgy tűnt, hogy az emberek nagy része ezt egy erős vezető és egy gyenge vezető, akimet aggódni kell. Hát egy egészségügyi, e -egészségügyi állapot felmérésnek. Egészségügyi állapot mert, felmérésnek ez volt tekintettem. A Republikánusok és hogy most viszont azzal, hogy egy nem csak akár hatékonyan vagy dinamikusabban beszélő jelöltről van szó, hanem akinek komoly ügyészi múltja van, egy olyan jelölt szemben, akit ugye elítélt bűnözőnek lehet nevezni, mert ugye megszületett ez a, már az egyik ügyben egy bírósági ítélet, ebben a, szóval, hogy ebben a felelésben van-e arra idő, hogy ez újra keretőződjön az a demokraták számára sokkal kedvezőbb felállás, hogy itt van egy ügyész, aki egész életében a, a, a bűnözés ellen harcolt. Ugye Kamala Harris az első Wisconsin-ban, megt államban megtartott beszédében egy, egyből ezt le is csapta ezeket a labdákat, hogy hát ő dolgozott már szexuális ragadozókkal, meg már mint ellen, meg, meg csalókkal. csalókkal. és sok minden egyébbel, úgyhogy nyugodjanak meg, ő ismeri Donald Trump fajtáját, úgyhogy nem lesz itt gond. De kérdés, hogy tényleg sikerül-e ezt a, ezt a narratívát felállítani, hogy ekközött zajlódjon a választás, vagy, 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 erre már nincs feltétlenül idő, és, és Trump és a republikánusok Továbbra is be fogják tudni állítani akár azt a felállást, hogy hát, de Kamala Harris felelt a káoszba fulladó, vagy szerintük káoszba fulladó déli határért, és amúgy is a Biden minden hibáját azt az Kamala Harris is magán viseli, úgyhogy sokkal inkább erről szóljon a választás, hogy ezeket majd Trump hogyan fogja rendbe tenni. Hát a, szerintem elmondtátok, ez a kérdésben, és volt az előző válaszban nagyjából azt a két dolgot, amivel lehet kampányolni, hogy sikerül-e azt, nem olyan nagyon sokára meg fogjuk látni, tehát hogy most éppen kinek sikerül a saját narratíváját Előtérbe állítani, de Kamala Harrisnek nyilván e ezek az előnyei. Tehát, hogy nő, ami ugye unikális az Egyesült Államokban, tehát nem volt még női elnök, színes bőrű, a, ami ugyan már volt, de nem teljesen ebben a felállásban, és nagyon érdekes. Azsai az az amerikai nem, az jajai volt jajai jajai nem volt még. Bár ugye a Kamala a származása a ráadásul nagyon sok színű, tehát hogy, 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 azért is mondtam a színes bőrűt, mert nem is nagyon tudnám pontosan meghatározni. Hát több, félig indiai, félig fekete. Igen, igen. Fél. Na, ilyen biztos nem volt még. E, tehát hogy, hogy ö, olvastam pont ö, statisztikákat arról, hogy hát, talán 14 kal több latinó fog szavazni, mint a legutóbbi választáson, talán 6 kal több fekete, és ugye ami nagyon-nagyon látványos volt tulajdonképpen Trump egész elnöksége meg pályafutása óta, hogy ugye a, tulajdonképpen a fehér férfiak között van neki jelentős előnye, és nagyjából minden más társadalmi csapatban egyébként a mindenkori demokrata kihívó sokkal népszerűbb, tehát a nők között is, és pláne a kisebbségek között is. Erre nyilván rá lehet játszani, és nyilván rá lehet játszani arra, amit a Marci mondott, tehát hogy valóban a bűnöző és a bűnöldöző harca ez, és ilyen szempontból akkor ugye a, nem tudom, a rendpártiságot, meg a, meg a joguralmát, meg stb. azt a demokraták megpróbálhatják egy kicsit a saját oldalukra állítani abban a, abban a dihotómiában, ahol ugye ilyesmikkel ugye inkább a republikánosok szoktak kampányolni, és nyilván az ellen narratíva, meg pontosan az lesz, amit szintén felvillantottál, hogy Kamala harris azt kell mondani, hogy ő a Biden, nem tudom milyen, örököse ilyen szempontból, és akkor aki hát azért nagyon elhasználódott ebben a kampányban, az, az elég, elég világossá vált. Rövid idő van, tehát én nem hiszem, hogy nagyon sok meglepő dolog tud ilyen értelemben történni, vagy másfél előállni. Egyszerűen más lett a helyzet, egy új kampány nyílt, ahol azok, akik valóban azt a kérdést tették föl maguknak, hogy egyébként milyen állapotban lesz négy év múlva Joe Biden, hát ha ugyan azok másképp is fölteltik maguknak a kérdést. Nyilván egy két pártrendszerben, ugye azt tudjuk, az amerikai választási rendszert ismerve, hogy azért alapvetően van 6-8-10 olyan állam, ahol el fog dőlni, hogy ki lesz a következő elnök, és ott van 10-20 százaléknyi szavazó, akinek az ingadozása fogja ezt eldönteni, tehát hogy alapvetően az ő meggyőzésükről, az ő megszólításukról szól ez a kampány, és ebben nyit szerintem egy új fejezetet a Harris a milyen állapotban lesz Biden négy év múlva kérdés, mert szerintem tök érdekes, hogy a nyári olvasmányom Robert Kerrónak a nagy Ilyen történelmi könyvsorozata lesz a Lyndon Johnson elnökségéről, miből eddig 3000 oldalt írt, meg most készül az ötödik könyv. És, és most járt? Most jutottunk el az elnökségig. Az első négy könyv. Egyébként a Kerú elképesztő, jó, írta a Power Broker című könyvet tudom ajánlani, még ami egy Robert Moses nevű várostervezőről szól, és arról, hogy hogyan lett rasszista a város New York az ő, az ő ideje alatt. 40 éven keresztül volt az egyik legfontosabb ember, is, hogy így, hogyan lehet várostervezői ilyen megmozdulásokkal társadalompolitikát irányítani. Például az, hogy melyik, buszokon, melyik hidakon nem férnek át a buszok, hogy nem mehessenek oda a szegények, meg ilyen apró részek. Csak szolgálati közleményként szúrom be, hogy ezeket akkor majd betesszük a leírásba, ezeket Jó. a könyvajánlókat. Jövő héten ki is kérdezzük majd. Évejten évejten ki. Ki. Addig, addig tessék olvasni. na de ezzel jutott eszembe a Lyndon Johnson, mert ugye a Bidenhez a Lyndon Johnson hasonlít a -e legjobban az elmúlt nem tudom, 200 év amerikai elnökei közül. Annyiban, hogy a Johnson és Biden is nagyon Sikeres elnökök voltak a törvényalkotásban, meghatározó elnökök voltak. Ugye a biden majd majd már megígértem, hogy megírom a cikket végül, úgyhogy eddig nem mondom el, hogy miért. De a Johnson a. a, a ugye, akinek nem lenne ennyire evidens, mint neked, a Johnson a kennedy követő. Igen. Elnök, a Johnson elnök, uh, igen, egy egy, te, egy ciklusos elnök. Hát de öt év. Az, hogy Tehát, hogy megnyerte egy, egy választást, mert ugye Kennedy a harmadik évében halt meg, akkor egy év után átvette. Erről most ilyen ajánló ízeben vagyok, úgyhogy van a Kennedy gyilkosságról, van a Restis History című podcastban egy nagyon jó sorozat, az egyik kedvencem volt mostanában, és abban a Lyndon Johnson szerepéről is szó van. Lényeg az, hogy ő alelnök volt, egy évig a Kennedy helyet belépett, majd megnyert egy választást, viszont a következő nem indult újra. Abban az öt évben, amíg ő elnök volt, addig ilyen elképesztően követett, ilyen nagyon komoly következményekkel járó dolgokat fogadott el, a Medicare, Medicaid, a társadalombiztosítási, a egészségbiztosítási reform, Polgárjogi, polgárjogi, polgárjogi törvényeket, törvényeket, az államilag finanszírozott egyetemi ilyen hogy hívják ezt a, a hitel, egyetemi hit, oktatási hitelt, tehát az, hogy... hogy a... Diákhitel? Diákhitel, na, azt erre, <laughs> erre hogy senki mitek eszembe a szavak. Tehát ezek mind egy ilyen rövid ciklusat voltak, és ő döntött még úgy, hogy nem indul a második választáson, és ő is azért, mert New Hampshire-ben volt egy előválasztáson, nagyon rosszul szerepelt, és nem lát, ugyanúgy, ahogy a Biden is, nem látták az utat a győzelem felé, és ezért inkább átadta a... A, a, a stafétát, és utána visszament Stonewallba, Texasba, ahonnan ő egyébként származott, és, és négy év múlva meg is halt. Tehát ez egy ilyen tökéletes dolog, hogy a, ezek az emberek, akik a Biden 50 éve a a szenátusnak az egyik nagyon komoly szereplője. Tehát ő egy, tényleg egy ilyen, egy nagyon nagy szenátor volt, mielőtt elnök lett. Ezért, és ez jellemző is arra, hogy kik azok, akik ilyen nagyon sikeres törvényhozással tudnak elnökséget végigvinni, mind, mind nagyon régóta dolgoznak ebben a rendszerben, és tudják, hogy mit, hogy kell megcsinálni. Uh, és hogy ezek, amint kiesnek ebből, akkor van egy ilyen elég erős lejtmenet. Ez az egyik. A Kamala kicsit már elfejtettem az üzet. Igen, Kamala megvánk választásának az, meg az újrakeretezése, ugye egy, két dolog látszik. Az egyik az, hogy erre megpróbálok gyorsan már és nem fog szóhoz szóval is jut, nem, fog sikerülni. A, az, hogy a trump még nem látják egyelőre, hogy mi a fogás. Még nem döntötték el. ez ugye a Bidennél egyértelmű volt, van a Tima Alberta nevű atlantikus újságíró, aki írt egy tök hosszú cikket erről, abban az szerepel, hogy most sokkal összeszedettebb a Trump kampány, mint bármikor volt, és kifejezetten, amikor belépsz a kampányközpontba, akkor az van kiírva, hogy Joe Biden is weak, failed, és a harmadikra nem is emlékszem, de korábban vagy valami ilyesmit, tehát hogy, hogy gyenge, sikertelen, és ez, ez a fő üzenet. És erre mentek rá, hogy Biden egy öreg ember, akinek nem sikerült semmi, nem képes már irányítani az országot, és ebből kell váltani egy másik kampányra úgy, hogy már megneveztek egy alelnököt is, J.D. Vance személyében, aki semmit nem ad hozzá egyébként a Trump kampányához, pedig szerintem a J.D.V. egy tök ember, erről majd beszéltünk részletesen is, mert a, én visszag régóta követem a, a Erről a múlt héten már egy picit beszéltünk Igen. egyébként, de majd nyilván még lesz témázó. Igen, most úgyse fogunk. Na, hogy ez látszik, hogy a Trumpék nem tudják, mivel támadják, miközben a Kamala ö, stábja ö, elkezdte saját magát újra definiálni, még mielőtt a Trump tenné meg. Ott már keresztnevé nem ráadásul. mindenki Kamalának hívja, tehát ez ilyen, ez a... jó, hívjuk Herisznek akkor akkor. Volt ebből vita egyébként a, a Twitteren emberek között, és ö, olyan emberek akadtak ki, hogy miért hívják Kamalának, akik ö, korábban ők is Kamalának hívták. Én nem tartozom ezekből. Igen, szóval ugye Harris stábja elkezdte újra definiálni azt, hogy hogy ő micsoda. És ahogy mondtad, igen, pont, a, pont az előző kampány az nagyon rossz volt. Azért volt részben rossz, mert a Kamala... A Kamala Harris rosszul, rosszul beszélt, és mivel ő egy viszonylag erős főügyész volt, tehát a keményebbek közé tartozott, a rendőr, rendőrök is nagyon szerették, ami abban az időszakban nem volt egy jó pont a George Floyd-gyilkosság, a Black Lives Matter movement ez a csúcsán, ez nem volt egy ilyen előny. Most az. Ennek a típusú vókullámnak vége. És ezért most, most kifejezetten elő lehet azzal jönni, hogy, hogy mi kemények vagyunk. Ráadásul, ami tök fontos pont a Kamala mellett, az az, hogy ugye a hivatalban lévő elnöknek mindig előnye van minden választáson. Tényleg be fogom befejezni a beszédet. Minden? Nem csak nem a, a Kamala az nem az a újabb Olyan, olyan, olyan mély barátság, barátság, barátság szövődött már mert nem tudom. Hát csak Donaldnak, hívd Donaldnak. Meg Viktornak. Donald úr. az egy most is igen, hogy az, hogy az a hivatalban lévő elnöknek nagyon sok előnye van és ezeknek az előnyöknek egy része átszáll az alelnökre is. És ezért ez egy tök fontos pont abban, hogy mit csinálnak. A választási mateknál. Ugye az, hogy miért a Biden nyert, miért a Biden-féle koalíció nyert, az igazából három dolognak volt köszönhető. A kis részben a latinók, közepes részben a fekete szavazók, és nagyon nagy részben a külvárosi, ez ugye a magyar ilyen város struktúrában kevésbé van kertváros talán a Suburban nők, kertvárosi nők. született feleségek. Született feleségek, igen. Akik elképesztő arányban szavaztak rájuk. És ők voltak azok, akik leginkább, leginkább eltávoztak ebből a sorból, tehát nem akartak most Bidenre szavazni, és ők azok, akiket nagyon ilyen fölébresztheti ez a, ez a Harris kampány, meg az új jelölt. És igazából a győzelem, ez a demokratáknak a kertvárosi nőkön keresztül vezet az út, őket kell megnyerni, és erre nincsen alkalmasabb ember, mint Kamala Harris. És az előnyök, amiket említettél, hogy átszállnak, ezek nem csak ilyen szimbolikus és presztízs előnyök lehetnek, meg a hivatalnak az aurája, hanem olyan technikai részletek is, hogy a Biden... Na, csak lá... jégkocka, csak amit cserak, a el... előre akarom mondani. Hogy a, hogy a Biden kampány által felhalmozott egyrészt maga a stáb, meg a meg a kampánytámogatások, ami azért egy elég ö, nagy összeg, azt, ö, azt, hiszem, bár a Trumpék ezt próbálják jogilag megtámadni talán, de, de hogy ez így Kamala Harris jelöl, jelöltségével egy az egybe át tudja ő venni tulajdonképpen ezt az egész infrastruktúrát, míg ez egy teljesen új jelölt esetében azt írják az amerikai sajtó, hogy ez egy sokkal problematikusabb vagy netszesebb folyamat lenne. De ö, visszatérve még, mert, mert itt megpendítetted amúgy a Joe Biden hát nem túl pozitív kileteseit, így hogyha Lyndon B. Johnson elnök leköszönése utáni sorsát tekintjük, de hogy, hogy az ő, hogyha nem a magánemberi részét nézzük, hogy ő most ezt hogy fogja viselni, hanem azt, hogy mondjuk akkor ez a négy év elnöki hagyatéka, ez, ez politikailag hogy fog tovább élni, ezt gondolom, és is úgy látjátok, hogy nagyon-nagyon nagy részben azon függ, hogy most tényleg meg tudja nyerni a párt, vagyis hát Kamala Harris ebben az esetben ezt a választást. A Zsolt mindenképpen a nagyon pozitív véleményen lesz róla, az nem kérdés? Én uh, szerintem nem ettől függ. Szerintem a Biden elnökség a, a, az kb. úgy fog elmenni a történelemben, mint, a, mint a, a, a Johnson elnökség. Hogy azok, akiket érdekel a politika, azok tudják, hogy ez egy nagyon jó elnök volt, azok, akiket nem érdekel a politika, azok nem fognak róla gondolni semmit, mert nem volt egy annyira. De elképesztő gazdasági növekedés van az Egyesült Államokban. Három évtizede először nincsen konfliktuszónában amerikai katona, csökken az infláció, nincs munkanélküliség, és akkor még sorolhatnék egy csomó minden más amit elér, de hogy ezek önmagában is annyira jelentős dolgok, hogy de nem emiatt megy be, egy, elnö... nem emiatt írják be egy, egy elnökségnek a történetét a történelemkönyvekbe. Az, hogy jó élni egy elnökségben, az általában nem függ össze azzal, hogy mennyire lesz legendás egy egy elnökség. Hát meg főleg az, hogy az emberek ezt hogy érzékelik, mert ugye sokszor esett erről, hogy a közgazdászok az mondanak egy, egy dolgot, és az emberek meg mondanak egy másik dolgot, hogy ők hogy látják a mindennapi a, ez, megélhetési ez, dolgait, ez Vagy érdekes a, érdekes. a világban lévő, <coughs> ugye mert a külpolitika is hasonló, hogy akkor a vietnámi háború terhelte nagyon a, a, az elnökök helyzetét, most meg azért mondod ugyan, hogy nincsen amerikai katona konfliktuszónában, de hogy azért nem teljesen alaptalanul építik meg a a republikánusok azt, hogy azért nem feltétlenül a nemzetközi nyugalom évei voltak a Biden elnökségének, a világcsendőri ö, ö, időszaka, az azért ugye egy gázai háborúval és az ukrán háború kirobbanásával, illetve... Ahol egyébként a... szintén elég más hangot használ, Harris, az már most látszik, mármint az izrael elzemben, ami szintén nem független attól azoktól a törésvonalaktól, amiket itt részben emlegettünk, tehát hogy, hogy azért az amerikai társadalom meg főleg a demokrata szavazóbázis a tekintetben azért ellépett kicsit. De egyébként én, én, én jelentős részben egyetértek azzal, amit uh, te mondasz, és amit a, a a, Zsolt, a, a Biden a, a, demokraták között nem, nem látható uh, uh, lelkesedéssel mond róla. Szerintem mondjuk, inkább azt mondanám, hogy megteremtette annak a lehetőségét, hogy az elnöksége miatt emlékezzenek rá, hogyha egyszer majd ez így lesz. Hogyha ez folytatódott volna, és egyébként akkor nem nagyon lett volna kérdés, hogy Trump visszajön, akkor az ő nagyon jelentős részben az az elnök lett volna, aki a visszahozza jó eséllyel a hatalomba azt a Trumpot, akiről azért mondjuk a bukása, meg a kapitólium ostroma után azért akkor nem tudom, ott január nem tudom hányadikán, azért nagyjából mindenki azt gondolta, hogy ő többet nem lesz politikus, vagy nem lesz olyan szerepben, és ehhez képest teljesen reális esély van ma is, és három héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt, meg még ennél is jóval nagyobb esély volt arra, hogy visszajön, és akkor ettől nehéz lenne elvonatkoztatni, hogyha ez az elnökség egy verességgel ér véget Trumpal szemben. Nyilván, hogyha egyébként Trump nyer, akkor, amit a Zsolt említett, hogy, hogy akkor lehet azon gondolkodni, hogy ez Heris erre utaltál, ugye, hogy ez, a Heris veresége, vagy a vagy a, vagy a Biden ciklus veresége, akkor az egy másik kérdés, ha megnyer, akkor meg, akkor meg lehet biden ettől függetlenül értékelni, nem tudom, 10-20-30 éves távlatban, vagy 200 éves távlatban, amit mondanak róla, az nyilván izgalmas, a, a, valamilyen szinten izgalmas kérdés, bár ami hát minket... és mit mondasz a Garfield elnökségről? Ne, azzal, hogy ez ilyen... igen, igen. Pedig az még... Képregényben jó volt. <laughs> de... Tehát a hétfőket de, de hogy így, 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 nyilván nagyon más lesz a megítélés. Nyilván ugye mondjuk beszéltünk egy napi utánban ugye mondjuk a, a New York Times-nak az endorsementjéről, hogy vissza kell lépni, és amikor ezt megtette, akkor ugye rögtön heroikus magasságokba emelték biden hogy, hogy akkor ő a, a nemzetet a saját érdekei elé, amit ugye ezt a részben tőle is idéztél, meg a szolgálatot, meg hogy államférfi, tehát hogy, hogy, nyilván ugyanazt a helyzetet nagyon másképpen lehet értelmezni egy ilyen gesztus fényében, megmondom majd szerintem a, szerintem a választás eredményének fényében is, és megteremtette mondjuk akkor tényleg annak a lehetőségét, hogy, hogy ő ne, ne, úgy vonuljon be, mint aki, mint aki egyébként tényleg mindenkivel szemben csak azért is versenyben maradt. Tehát, hogy nem csak Hollywooddal, meg Nancy Pelosi-val, meg nem tudom, meg a New York Times-szal mindenkivel szemben. Te meg ide, bocs, még ezt szerintem mindenki elfelejti a visszalépésnél. Ugye azért akartak uh, eredetileg nyílt küldőgyűlést, hogy ne koronázásnak tűnjön az, hogy a Harris átveszi ezt a jelöltséget. Ne úgy nézzen ki, mint hogy a demokrata párt erítje, döntött volna arra, hogy ki legyen a jelölt, hanem lehessen ebbe valami beleszólása másoknak is. Ezt a Harris azzal védte ki, hogy politizált volt egy 8 órás íze, ez az Atlantik szintén kiváló cikkéből derült ki. Atlantik mostanában nagyon jó egyébként ez a ez az egyik változás mostanában. Uh, ebből kiderült, hogy ő, ő, végig telefonált 8 órát a bejelentés után azért, hogy mindenki álljon be mögé, és mindenkit felhívott, és ezt hívják politizálásnak egyébként, amikor támogatókat szerzem, meg ilyesmi. És azért néztem az óramat az előbb, mert az Obama is végre kiállt, és Akkor bejelentette, történt. bejelentette, hogy... bejelentette, hogy támogatja. Ezek szerint ő is háromharmadra hogy ide időzít. Hát írt a Zsoltnak már ebből. Jaj, de nekem írt külön, még nem jött ki. Ja, értem, értem. Telefonjára, az órájára írt egy. És Szóval az, hogy a Biden ne, szerintem ebben a fellélegzésben, ami volt, és abban, hogy a Kamala jelölcs, Harris jelöltsége nem tűnik koronázásnak, tök fontos szerepe van abba, annak, hogy a Biden látványosan nem akart ezt feladni. Még az utolsó beszédében is érzed azt, hogy ő azt gondolja, hogy itt még mindig van esélye arra, hogy ő nyerjen. Amit már én se gondolok, pedig eh, tudjuk, hogy milyen jó véleménnyel vagyok Joe Bidenről. Uh, Szóval hogy ez kellett ez az egész hozzá, hogy ne, ne egy ilyen átadás átvételnek tűnjön. És a, az elmúlt heteknek a nyomásgyakorlása, most arra, mivel ő az elnök, hogy egyébként Biden nem volt soha igazán jóban a demokrata elittel. egy középosztálybeli arc delaware és, és, mindig úgy is viselkedett, és volt egy ilyen konfliktus köztem meg a demokrata párt vezetése között, hogy úgy azt érezte, hogy lenézik még úgy is, hogy 50 évet végig szolgált közszolgaként, és, és ez egy ilyen tökerős konfliktus volt, és ez, ez vezethetett részben oda, hogy, hogy, ő nem akart visszalépni, vagy hogy eddig húzta visszalépést. És hogyha most egy kicsit tágítunk és közelítünk ezzel így Magyarország felé is, még mindig az amerikai elnök választásnál maradva, hogy ugye talán Orbán Viktor volt az első, ezt most nem merném, ha biztosan állítani, de mindenképpen az elsők között a világon, aki kormányfőként kiállt 2016-as elnökválasztási kampányba Trump mellett. Ő volt ezt... az első. Ő volt az legelső akkor ezek szerint, Hivatalban és ezt, ébök, ezt a szokását megtartotta azóta, és sőt, most már még erőteljesebben érvényesül, ugye kialakult egy jó kapcsolat is kettejük között, és már nem csak Orbán emlegeti Trumpot, de Trump is rendszeresen emlegeti Orbánt a különböző fellépésein, de az arról már a múlt héten beszéltünk kicsit, hogy ennek mondjuk milyen potenciális előnyei lehetnek az Orbán kormány számára, hogyha Trump tényleg, ahogy akkor tűnt, mondjuk egy hete esélyesebbnek, hogy megnyeri a második elnöki ciklusát, vagy elkezdheti jövő évtől. De megviz... szóval érdemes ugyanezt megvizsgálni a másik oldalról is, mert most azért sokkal nyíltabbá vált a verseny ennek a Kamala Harris fellépésének és berobbanásának a hatására, hogy milyen kockázatai lehetnek annak, hogyha mégsem Donald Trump nyeri, hanem a demokraták nyerik, és, a, és mindezt úgy, hogy közben pedig Orbán Viktor és a magyar kormány már tényleg egészen mélyen elkötelezett a, 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 a republikánus oldal mellett, és ezt minden létező fórumon hangoztatja. Erről egyébként Rebeka a minap meg is kérdezte Orbán Balást a, a, a Tusványosi Fesztiválon, hogy, hogy ez nem hazárdjátéke, és hogy szabad-e ilyen típusú politikai hazárdjátékot játszani ekkora tétek mellett. És számomra elég furcsa választ adott egyébként Orbán Balázs a videóban, mert azt mondta, hogy várjuk meg, hogy mi lesz, Ő még nem akar ilyen dolgokon spekulálni, hogy mi lesz, hogyha a demokraták nyernek, mert lehet, hogy szerencsénk van, egyszer nekünk is lehet szerencsénk. És nagyjából ennyiben is hagyta, de hogy ez nekem azért nem tűnik annyira megalapozott külpolitikai végiggondolásnak egy egy, 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 nagyon is lehetséges forgatókönyv esetére. Ti ezt hogy látjátok, hogy milyen kockázatok vannak abban, vagy egyszerűen az van, hogy eddig is demokrata vezetés volt, viszonylag rossz volt a kapcsolat, de valahogy működött, tehát legfeljebb ugyanez marad, és ha megnyer, akkor meg óriás, ha megnyert Trump, akkor meg óriásit nyerhet ezzel az Orbán kormány. Hát én új kockázatokat azért nem látok, tehát hogy a zsákban macskát nem árulunk legkésőbb 2016 óta. Tehát hogy semleges pozícióban ezen tudna helyezkedni az Orbán kormány szerintem ilyen szempontból. Tehát teljesen világosan berakta a téteket. 16-ban az egy merész dolog volt. Nem is nagyon gondolta senki esélyesnek Trumpot, meg akkor szokatlanul hatott még ez a, ez a nyílt kiállás főleg ugye egy ilyen kormánytal, amely nem győzi hangsúlyozni, hogy a más országokban való belügye be beavatkozás, meg politikában való beavatkozás az mennyire nem szép dolog, akkor ez egy, az egy szokatlan gesztus volt. Azóta ugye minden erről szól, és az Ukrajnai háború kitörése után, meg aztán végképp ugye a, az egész már sokszor kitárgyalt Orbáni békemisszió, béke misszió, meg koncepció is tulajdonképpen erre van fölfűzve, hogy majd akkor jön Trump, és akkor lesz egy erős szövetségesünk. Szóval itt én azt nem látom, hogy ebből a helyzetből, most ezt, ha teszed a hangsúlyt, hogy lehetette volna bármit menteni, vagy lehetett kisebbet kockáztatni, vagy nagyobbat nyerni. Tehát mindenki tudja azt, hogy Orbán Viktor Donald Trump visszatéréséért szólít, és azt, ha nem mondja, akkor is mindenki tudni fogja. Tehát én nem látom, hogy itt nyilván az esélyek mások egy picit, de de azon, tehát nem ezen a, ezen a trekken, vagy ezen, a, ezen az ösvényen, vagy nem tudom, mind változtatni, nem, nem csak, hogy nem akarnak szerintem, hanem nem is nem látom értelmét. Hát most már nem is lehet. én egyébként ezt rendkívül káros politikának tartom, hogy általában az, amit erről a presszman mond, hogy, hogy az Egyesült Államok az nem egy politikai szövetséges, hanem, hanem egy minden diplomáciai, gazdasági, minden szempontból szövetséges ország, az igaz. Nem lehet, még akkor se, hogy egyébként egyetértek a Petivel, aki a korábbi adásban azt mondta, hogy hogy az Orbán nem nagy kockáztató, és nagyon biztosnak tűnt az, hogy, hogy a Trumpra tettétek, azok kifizetődnek. Már a mostani Mostan. kampányban. Igen, de az elsőben is az volt, hogy nem nagyon volt más választás, mert, az, az, mert a Clinton adminisztrációval annyira rossz volt a, a viszonya, hogy sokkal nagyobb volt a megtérülés potenciális lehetősége, hogyha kiáll a mellett, mint az, amit a demokratákkal kapott volna, hogyha nem áll ki. Tehát így megérte ott is kockáztatni, mert nagyon nagy volt a, a, a várható nyeresség. Most szerintem ez kevésbé van így. Az van, hogy itt komplet országok meg generációknak a, a kapcsolatait rakjuk föl ilyen politikai rulettasztalokra. És nyilván nem lesz nem fog érdemben, tehát nem fogunk hadat üzenni az Egyesült Államokkal, de ha megnézed mondjuk a külkereskedelmünket, akkor az Egyesült Államok importban, exportban is Magyarország top három partnerébe tartozik az Európai Unió mellett. Nagyon szoros viszonyunk van az Egyesült Államokkal, ami továbbra is a világ vezető hatalma. És valószínűleg az is marad egyébként. ebből ez itt egy érdemes intézni zárójelet, és föltenni a kérdés, hogy mit nyerünk azzal, hogy ha Trump nyer egyébként, hogy az a tényleg annyira jó lesz az Orbán kormánynak, és én azt mondom, hogy egyébként nem lesz annyira jó az Orbán kormánynak. Politikailag egy csomó mozgásteret fog adni. Ez látszik, a, a Panyi Szabolcséknak van egy hírlevele a a, a, gulyás, és abban volt tegnap egy, egy, egy olyan rész, hogy J.D. Vance, akit ugye a Trump alányokjának választott, ő a, a, kongresszusban akadályozta azt, hogy kinevezzék Albán nagykövetnek a David Kostanáncsikot, aki magyarországi ügyvívő volt egy darabig, és 2017-ben mondott egy nagyon erőteljes beszédet arról, hogy Magyarországon milyen a sajtószabadság helyzete, és ebben a Trump világban nagyon sikeresen lobbiztak az Orbánék, hogy ez a 7 éves sértettség, ennek most van következménye, hogy egy karrier közszolgált vagy diplomatát nem neveznek ki nagyköveti posztra még mindig, azért, mert valaki sikeresen lobbizotta a vance ezért, és a Vance az pont abba az ilyen altrájt maga világba tartozik most már, ahova egyébként az Orbán Balázsék nagyon sikeresen befúrták magukat a Trump győzelmétől nagyon sok minden függ, de a legnagyobb tét az a magyar társadalom, és Orbán Balázs számára van ebben. Ugyanebben a hírlevélben volt egy érdekes pletyka, már korábban is pletyka volt, de most lett érve, hogy az Orbán Balázs kezében volt ez az egész amerikai-magyar kapcsolat. És hogyha ez sikeres lesz, akkor akár arra is van esélye, hogy külügyminiszter legyen. Hogyha nem, akkor az meg egy másik kérdés. Akkor mi lesz Orbán Balázs, aki mindent terhetett föl, és mégse egy Trump elnökség jön, hanem egy Harris elnökség. Az egyébként, hogy egy Harris elnökségből mi következne, azt nem tudjuk, mert a Harrisnek sose volt kül... Tehát a Bidenről tudtuk, hogy ő egy nagyon erősen külpolitikai fókuszú politikus volt mindig, a szenátusban is külpolitikát véd, nagyon szoros viszony el Európában. Azt már nem tudom, megválasztásokor azt írtuk, hogy Európa számára ő az utolsó amerikai elnök, akinek fontos ez a kontinens. A Balatonnál volt 70-es években a feleségével, Nász úton elvileg, de hát nyilván az egy diplomáciai túra volt harris nem tudunk semmit. Potenciális, a potenciális alelnök szintén nem külpolitikai fókuszú emberek. Tehát nem tudjuk, hogy milyen lenne ez a, ez a, ez a, ez a demokrata kormány, folytatódna az, ami eddig volt, ami egy visszafogott kritika volt egyébként a korábbiakhoz képest, nem volt annyira durva, mint lehetne. Vagy pedig egyáltalán nem fog érdekelni őket Magyarország és a régió, amire szintén látok esélyt. A nagy kérdés tényleg a Trump, mert a, ugyanúgy a Vensz, akinek ugye sikeresen lobbizunk az ilyen magyar politikai ügyekben, és a Vensz Ukrajnával kapcsolatban egyetért az Orbán kormányjal annyiban, hogy jó, nyerjék már meg az oroszok, felejtsük el az egészet, és másra kéne koncentrálni, de amire ő koncentrálna, az Kína. És a Kína elleni minél durvább fellépés. Tehát ő azt mondja, hogy azért nem kell Ukrajnának fegyvert adni, mert azt a fegyvert Tajvannak kell adni. Azért, hogy Tajvan meg tudja védeni magát Kínától, és Kínával kell keményebben föllépni, és az egész Egyesült Államok közé, közé van ez a, a maga világnak ez az elképzelése a védővám hálóról, amit felhúzzanak az Egyesült Államok köré egy ilyen elég masszív adórendszerrel, hogy, hogy inkább Amerikában gyártsanak dolgokat, és ne behozzák kintről, ez is elsősorban Kína ellen szól. Miközben az Orbán kormány ugye éppen hitelt vett föl Kínától, és egyébként is az egész eu mi vagyunk a legkínapártibb kormány, még talán jobban, mint amennyire oroszpártiak vagyunk. Tehát ebből a szempontból az, hogy a világpolitikában egy esetleges Trump kormány hogyan politizálna, az tök más, mint az Orbán kormány. Ukrajnáról nem is beszélve, ugye beszélt az Zelenszkij a trump azt szivárgott ki a, a adminisztrációból, hogy, hogy elégedettek voltak azzal, amit hallottak. Én hónapok óta mondom azt, hogy a Trump nem fog belemenni egy olyan békébe, amitől ő vesztesnek tűnik. Ha egy dolgot tudunk róla, hogy nem akar vesztesnek tűnni, ezért nem vonult ki Afganisztánból. Miközben azt mondta, hogy ki kell vonulni Afganisztánból. Ezért vonult ki végül Joe Biden Afganisztánból, mert ő el tudta viselni azt a negatív sajtót, ami pár hétig volt utána. Igen, ez, hogy nem akar vesztesnek tűnni, ha visszatérünk, vagy belegondolunk, hogy ez mit jelent a mostani amerikai elnökválasztásra, akkor azért az is egy érdekes forgatókönyv, hogy tegyük fel, sikerült Kamala Harrisnek megnyernie az elnökválasztást, hogy erre mi lesz Trump és a meglehetősen feltűzelt táborának a válasza. Ezt ugye egyszer már láttuk 2020-ban. Egy olyan választás után, amit az ő elnöksége alatt rendeztek meg. Egy el... olyan választás után, amit az ő elnöksége alatt rendeztek, most pedig egy olyan alatt, amit a demokrata adminisztráció alatt rendeznek. És nem szóval... Mike pence hanem Kamal harris kell a hitelesíteni a szenátus elnökeként a De, Rá, eredményeket. És igen, egyébként J.D. Vance pozíciójára visszatérve, aki ugye Trump viszonylag frissen kijelölt a jelöltje, az azért Mike Pence példája mutatja, hogy ez egy kockázatos pozíció tud lenni. De azért. volt ez a vicc? Hát nem a leghálásabb mind, dolog azért, mind, mindig kérdez meg az előző munkavállalót, hogy miért, miért ürült meg a munkakör, miért üresedett meg a munkakör, Igen. a pályázó. Viszont, hogyha majd erre a kínai szára még a műsor végén egy pillanat erejéig visszatérünk, de előtte még egy tágabb kérdéskört nézzünk meg, mert ugye múlt héten, hát most már szinte tényleg ilyen történelmi távlatnak tűnik ez a Trump merénylet is, ami azóta persze ennek is megvoltak a következményei, a Secret Service vezetőjét leváltották, vagyis hát lemondott, akkora lett a botrány, volt az elégtelenségek körül, de általánosabban nézve, ugye ezt nagyon sokan össze is kötik, hogy hát ez nem egy egyedi jelenség, hanem itt volt Robert Fico elleni merénylet Szlovákiában, a szomszédunkban, és mind Amerikában, mint maga Robert Fico, mint pedig a magyar, magyar jobb oldalon megjelent az a narratíva, vagy az a, az, a, az a politikai keretezése ennek, hogy hát itt ez teljesen egyértelmű összefüggés, hogy a liberális média úszítása egyért, egyenes vonalon vezet oda, hogy ezeket a, ezeket a jobboldali politikusokat, és, vagy békepárti politikusokat, vagy ki hogyan, ki hogyan, nevezi éppen, azokat, azok ellen ilyen, ilyen, ilyen aljas merényleteket követnek el, és, és ez ezt maga Ficó a Trump merénylet után is egyértelművé tettem, most német Zsolt is erről beszélt egy napokban, egy interjúban, nagyjából ugyanek, ugyanek ennyire egyértelmű logikai szálon vezette le ezeket a dolgokat, és hogy az egy kérdés, és hogy ti mit gondoltok arról, hogy ilyen esetben ugye tényleg sok szó esett arról minden oldalról, hogy a közbeszédre nézve mit kell magával hoznia egy ilyen típusú merényletnek, ez azért mégis mindenkit elgondolkodtathat, de hogy nyilvánvalóan a politikai kritika és adott esetben a indulatosabb vagy vitriatosabb kritika is része a politikai közbeszédnek, és és ezt mennyiben nehezítheti meg adott esetben, vagy, vagy, vagy lehetetlenítheti el az, az érv, hogy hát látjátok, hogy majdnem megölték az elnök jelöltünket emiatt, és most, tég, és most, itt én mégis tovább buszítotok, vagy mennyire fog ezen túllépni viszonylag hamar szerintetek a közbeszéd, és ugyanabban a mederbe fog tovább folyni, ahol eddig is folyt? Ugye Gerard Ford elnök egy hónap alatt két merényletet kíséreltek meg, és senki nem emlékszik már rá, hogy ez volt. És ez a merényletek általános a sajátossága, hogy a, hogyha a, nem a, sikerül... Az sokkal kevésbé érdekes, mint hogy... Van egy-kettő, amire emlékeznek. A legfontosabb az Ronald Reagan, akit ugye meglőttek, túlélte, és ebből nagyon pozitívan tudott kijönni. Tehát nagyon megerősödve jött ki abból, hogy hogy túlélt egy merényletet. Szerintem a Trump elleni merényletből ki lehetett volna hozni politikai erőnyt, nem sikerült. Az, amit látunk most a felmérésekben a trump kapcsolatban, az inkább a küldött gyűlés. Van ez a honeymoon bump a szaknyelven. Az egység Igen, hogy hát négy napig ünnepelték, megnevezte az alelnök jelöltjét, egy csomót szerepelt, tartott egy másfél órás beszédet, ami elképesztő, egy és sem értelme nem volt nyilván. Egy, tehát percekig beszélt arról, hogy hogyan szervezi az utazásait a UFC nevű ketrecharc szervezetnek a vezérigazgatója. Egy elnök jelölti küldött gyűlésen. abszurd egyébként. És itt majd jöhetnek nyilván a mémek ezen túl, hogy milyen béna, hogy a republikánusok egy öreg emberrel indulnak a választáson, aki össze-vissza beszél, hiszen eddig végig ezt mondták a demokratákról. Te inkább ez látszik, szerintem már nem is a támadás, a, ami nyilván egy hatalmas más, sokkal rosszabb lenne a helyzet, hogyha, hogyha ez sikerült volna. És valószínűleg tényleg egy ilyen óriási szerencsé volt, hogy ez nem sikerült. Én a támadás másnapján írtam erről egy cikket, amiben azt írtam, ami egyébként a véleményem is, bár ez nem szokatlan tőlem, hogy, hogy nem a 30-as években vagyunk, hanem a 70-es években, mert az volt ilyen. A politikai erőszak szintje a 70-es években volt, kb. ott, ahova most emelkedik, 2016-tól kezdődően. Az egy olyan, most egy tág 70-es évek, tehát ez a John F. Kennedy elleni gyilkosságtól a régen elleni merényletig tartó időszakban. Ott elsősorban a Uh, ott nagyon sok ilyen ilyen típusú ilyen terrortámadás vagy államellenes támadás történt, viszont ott nem a jobb oldalról, hanem inkább a bal oldalról, és nem emberek életére törtek, hanem alapvetően vagyontárgyak, ingatlanokra robbantottak, és volt néhány merénylet is. Az, amit most látunk, az inkább a, volt egy egy Reuters nagy kutatás, amit ízeztem is ebben a cikkben, abban is az volt, hogy elsősorban a jobb oldalról jönnek ezek a támadások, és elsősorban ember életre uh, törnek. Ugye az egyik potenciális alelnökjelöltje a. -nek, ez az Mark Kelly, arizonai szenátor, akinek a feleségét fejbe lőtték. Szintén képviselő volt a Gabriel G. Fords, és túlélte. Szóval, hogy, hogy, van egy csomó ilyen sztori, és nem, 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 nyilván nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy baloldali sajátosság sőt, az van, hogy szerintem a politikai haszonszerzésnek a legátlátszóbb eszköze ilyenkor az, amikor valaki megpróbálja ezt direktben a liberális sajtóra, vagy baloldali sajtóra, vagy bármire ráfogni, ahogy ez Szlovákiában is történik, és nem biztos, hogy működik. Hogyha csak az ilyen steril tényeket nézzük, akkor volt egy merénylet Ficó ellen, majd utána az LP választást elvesztette a Ficó pártja. Tehát, és szerintem a Trumpnál sem igazán látni azt, hogy ő ebből kitott volna hozni hosszú távon. Valamit, ami részben azért is van, mert a Trump személyisége nem ilyen. Ott beszéltek ugye arról, hogy ez egy megváltozott Trump most nemzeti egységet akar építeni, és már a támadás utáni első beszédében nem bírta ki, hogy nem említ. Tehát előre közölt a kampány, kiszivárogtatta, hogy nem fogja megemlíteni biden nemzeti egységről fog beszélni. És nem bírta ki. A beszéd egy pontján azt mondta, hogy tudom, hogy nem szabad megemlítenem, de Joe Biden a legrosszabb amerikai elnök. Ha az eddigi tíz legrosszabb elnököt összesítenénk, még annál is Igen. rosszabb lenne valami. És ez a, ez a nemzeti egység Donald Trump szerint nincs benne a személyiségében. És van még több mint két hónap a választásokig. És ezt az ilyen egységteremtő Trumpot Főleg az, hogy egy női jelölt eszemben indul, amiről pontosan lehet tudni, hogy egyébként sokkal jobban irritálja a Trumpot egy csomó esetben, nem nagyon tud vele mit kezdeni, hogy hogy kell nőkkel beszélni ilyen versengő helyzetben. Sokkal inkább kijön az, hogy neki egyébként nem, nem, ez a személyiség, és nem tud ebből plusz kihozni. Dani, nem, akkor most a belen... Készben, meg kényit nagyon sok mindent, amiről beszélünk legközelebb. Nem Le, nem igen, nem. igen, ebben még biztos, hogy lesz a későbbiekben is lehetőség. És most uh, már nagyon közelítünk a műsor vége felé, uh, de Zsolt már ezt a kínai hitelt, hogyha ezt ami ugye a héten derült ki, hogy a Magyar Állam még a tavasz folyamán egy milliárd eurónyi, ami nagyjából 400 milliárd forintnak megfelelő összeget vett fel a, a, a kínai, három kínai banktól, és Zsolt, te írtál is erről, aztán erre reagálva, hogy ez a, nagyjából megfelel annak az összegnek, amit elástunk az EU-s forrásoktól, ezt hogyha nagyon röviden de. megfejtené, de hogy akkor ez most itt szerinted tényleg arról van e szó, hogy hogy egyszerűen azt az összeget, a kieső összeget pótolta ezzel az állam, amit annyira nem reklámozott, vagy pedig mi, mi mit látsz e mögé? Nem, ezért ennyire szigorúan nem gondolom, hogy erről lenne szó. Szóval csak azt, tehát, hogy illusztrálva egyébként a költségvetés helyzetét, hogy a, még nem estünk el tőle, december elején fogunk végleg ettől a pénztől, ez nem befogyasztott pénz lesz onnantól, hanem elvesztett pénz. És nagyjából ugyanennyi, egy kicsit több, mint amit most felvettünk itt ebbe a, a kohéziós források közül. Uh, inkább csak az van, hogy hogy de rettenetes állapotban van a költségvetés, az látszik, és ezzel párhuzamosan mi nem csak a, az EU-s viszonyunkat nem kívánjuk rendezni a pénz megszerzése érdekében, hanem vettünk egy repteret, ami ennek többszörösébe került. Tehát ez mennyi 1400 milliárd forint, a, az amit most kell fizetni, plusz még lesz a felújítás, ok. jaj, jaj, te, Meg nem Meg egy csomó minden ez sokszorosa -e ennek, miközben látszik, hogy a költségvetés egyensúlyban tartásához már arra van szükség, hogy ehelyett nem tudjuk, még azt se tudjuk, hogy mekkora kamatokkal kell visszafér. Hát az még a kisebbik baj, vagy nem, nem is biztos, hogy ezt rangsorolni kell, valójában azt nem tudjuk, hogy mire. Igen. Tehát ugye ebben a közleményben, vagy hát ami, ami kiderült, ugye ez utólag, ott tulajdonképpen ugye olyan dolgok vannak felsorolva, közlekedési infrastruktúra és a beruházás, ahol ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy mit pénzt akarunk Kínától, mert Pénz is kell nyilván, uh, hanem hogy olyan kínai nyomulás, vagy nem tudom, mi a jó szó van erre Magyarországon. Uh, ugye továbbra is nyitva van az a kérdés, hogy a kínaiak fognak-e építeni gyorsvasutat uh, Ferihegyre. Igen. Hát ennyi pénzből nem fognak, tehát ez akkor annak egy uh, töredéke. Uh, az akkumulátorgyárak, ahol ugye infrastruktúrával van szó, de hát részletesen foglalkoztunk vele, hogy itt nem az történik, hogy hogy fognak itt majd valamit gyártani, hanem hogy a mondjuk a BYD kapcsán arról van szó, hogy az utolsó szöget is Kínából fogják behozni a gyárépítéshez, az utolsó munkásig bezárólag. Tehát, hogy az is könnyen előfordulhat, hogy itt nem egyszerűen likviditási dologról van szó, mert persze sok pénz nyilván, de azért a magyar költségvetés számaihoz képest nem sok pénz, még a 400 milliárd forint sem, meg ha úgy nézzük, akkor tulajdonképpen Ugye az éves kiadási oldalunkhoz ilyen 20 ezer milliárd, hogyha jól még annál, is, egy kicsim nem kicsim annál több. is több. És mondjuk, mondjuk egy puskás aréna, az talán a végén közelebb volt a 300, mint a 200 milliárdhoz, ami nem kevés pénz, sőt nagyon sok pénz, csak azt mondom, hogy önmagában ez, ez nem, egy, nem egy, tehát ennél jóval nagyobb adóssága van az államnak, ugye nyilván kötvény oldalról meg kitettsége, hanem hogy itt, itt minden eleme titok gyakorlatilag. A kamat is titok, az is titok, hogy mire vagy, az is titok, hogy volt, vagy hogy van, és ezek között, vagy emiatt e e aztán erősen fölremlik ez, hogy tulajdonképpen itt e itt nem egyszerűen egy pénzügyi manőverről van szó, hanem szó van arról is, hogy Kínával olyan típusú elkötelezettségünk van, e mint ami ugye van a, a Belgrád vasútvonalán, amit szintén az ő pénzükből, az ő hitelükből valósul, meg általuk, tehát az ő pénzükből építettük, Mészáros keresztül. Hát igen, de ő itt, a igen. Ő itt a az infrastruktúra építő, nem a tehát, hogy jó, az, hogy de az arra azért az ő az szerepe hogy ne készüljön el. Igen, Én... igen, abszolút, abszolút. És amit részben látunk, ugye Paksnál is csak az oroszokkal, tehát hogy itt önmagában nem csak a finanszírozás van onnan, hanem maga a, a megvalósulás is, és ez, ez szerintem az, ami itt nagyon sok kérdőjelet vett föl, mert egyébként ott is finanszírozási oldalról is nyilván, nyilván lehet kérdéseket föltenni, volt szó kínai kötvénykibocsátásról, ilyesmi, hanem hogy itt mintha egy ezen felüli dologról lenne szó valamilyen, valamilyen építési vagy infrastruktúra építési dolgokról, és ugye annak az elmúlt évtizedben még Magyarországhoz képest is szerencsétlen történelmi fejlődésű országok egész sora a Balkántól Afrikáig volt alkalma megtapasztalni, hogy mivel jár az, hogyha az ember Kína felé adósodik el. Mondom, nem, nem az egy milliárd euróról beszélek, mert az, az nem, az, az, a magyar adósság szempontjából elhanyagolható tényező, tehát nyi. De maga az irány azért az, az erősen felveti azt a dolgot, hogy, hogy itt alapvetően mi bizonyos fejlesztéseket, vagy infrastruktúra és fejlesztéseket akarunk kínai részvétellel, kínai pénzben megcsinálni. Itt ugye nem is csak a nálunk szerencsétlen nem történelmi fejlődős országok, hanem nem. a legutolsó ország, aki, a legutóbbi ország, aki kilépett az övés övezet programból az Olaszországból, Olasz Georgia így. Meloni alatt, aki azért elvileg egy csomó mindenben szövetségesünk. Tehát ez, ez egy nagyon hagyományos része a kínai nyomulásnak, Afrikában főleg, de Dél-Európában is. Ö, elég mondjuk a Tesszalonikig kikötőt megnézni, hogy, hogy ott mi történt. Kínaiak adnak hitelt, nem kedvezményesen, és nem is különösebben olcsón, de a rászoruló országoknak adnak hitelt. Cserébe azt kérik, hogy ők épít építessék az infrastruktúrát, vagy azt, hogy megkapják az infrastruktúra bizonyos részeit olcsóbban. Tehát azért az visszagelentős, hogy háborúban állunk azzal az Európai Unióval, amelyik nekünk ingyen ad ilyen mennyiségű pénzeket arra, hogy költsük el és fejlesszük belőle az országunkat. És barátkozunk egy olyan országgal, amely nem, hogy nem ingyen ad, hanem utána ilyen... Biztos, Kb. igen, ez a gazdasági gyarmattartás az, amit... Ez a nem leszünk gyarmat szlogen nekem is igen. eszembe jutott. A jó a jobb oldal. De ezt fel lehet eleveníteni. Na de ez majd elválik idővel nyilván, hogy, hogy ez a konkrét hitel mire kellett, illetve az is, hogy ez a nagyobb mintázat hogyan futja ki magát. Most viszont a rózsaszínfarok rovatra röviden térjünk rá, hogy ki milyen jó dolgot, minek örült meg az elmúlt héten? A Két dolgot fogok mondani. Az egyrészt, amúgy is nagyon nagy híve vagyok a brit parlamentarizmusnak, és mindenkinek ajánlom, akiben van bármi érdeklődés, hogy nézze meg a, a, a Keir az első Kérdések, vagy nem tudom. Majd, time. Igen, 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 tehát, hogy PMQ, kérdések. Igen, nálunk azonnali kérdések téven fut, fut, ugye nem teljesen az a formátum. Tehát, amikor az ellenzék vezetőjével ö, elsősorban vele vitázik, hogy hogy milyen parlamenti, meg politikai, meg ö, kultúra van, csak két dolgot kiemelve. Ugye itt az történt, hogy szerepet cseréltek, ugye még nem volt vezetőváltása konzervatív pártnál, tehát az Arisi Szunak most az ellenzék vezetője, aki eddig a miniszterelnök volt, és kapásból ugye nagyon kedélyesen elbeszélgettek, ami önmagában azért egy e, ilyen mértékű választási e, veresség után, tehát képzeljük ezt el tényleg Magyarországon, és hogy mennyire benne van az elegancia, az irónia mindenkiben, tehát Szunak azzal kezdte, hogy ugye sok sikert kíván a az olimpiai résztvevőknek, a brit olimpiai csapatnak, és hát tudja, hogy tulajdonképpen nem ő az, akitől mondjuk tanácsot kérnének ahhoz, hogy hogyan kell nyerni. Mennyire finom irónia, hogy Starmer rögtön az első válaszában, vagy másodikban miniszterelnöknek nevezte az ellen, ugye ott Leader of the Oppositionnek hívja a, a, a vele szemben ülőt, és ő véletlenül miniszterelnöknek hívta, és akkor elrögtön rögtön rámondta, hogy szokás hatalma volt, Havitz Die Hard. Szóval, hogy mennyire, mennyire, más a hangulata, mint hogyha nézel egy magyar parlamenti közvetítést, hogy belegondolsz abba, hogy nem tudom, 2010-ben, amikor hasonló győzelmet aratott a Fidesz, ugye a munkáspártnak is most 400 fölötti képviselője van, tehát hogy tulajdonképpen, ha itt a számítana, és nem egy egyszerű többségi lenne, akkor, akkor kétharmados győzelemről beszélhetnénk, hogy, hogy mennyire más hangütés, mennyire más hangvétel van, hogy mennyire megmarad az, hogy, hogy itt tulajdonképpen cserélődhetnek a szerepek, még egy hosszú idő után is, hiszen ugye pont 2010 óta tartotta a tori kormányzás, csak ők ezen időközben azért egy picivel több miniszterelnököt fogyasztottak el, mint, mint tettük azt mi. Ugye cameron még johnson -t, néhány napig Liz majd, majd még Sunakot is, tehát ötöt. Meg kis egyet, nem? Nem, Cameron még. Ja, igen, igen, igen és, uh, szóval, hogy, 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 az egésznek, és persze ez egy 300 éves gyakorlat, vagy inkább 400 most már talán, uh, hogy ez van, de, de, azért, azért nagyon, nagyon, nem tudom én, üdítő az, ennek a szellemességét, lazasságát, eleganciáját Akkor Már uh, nekünk látni. is csak 400 évig kell kibírni. De, és lehet, hogy csak 350. Uh, nagyon, nagyon tényleg ajánlom mindenkinek. Amúgy is én nagyon szeretem nézni, tehát hogy valahogy az egésznek van egy ilyen nagyon úgy, hogy ebben is szerintem, ha beszéltünk volna erről, vagy lehet, beszéltünk is pár éve, a brit politikában is volt azért egy ilyen, egy ilyen harciasság, vagy nem tudom, főleg a Johnson időszakban azért nagyon megromlott a viszonya az ellenzék meg a kormány oldal között, de hogy ezzel együtt is tényleg az volt az emberben hogy, hogy, nagyjából így képzeld el azt, amikor egy, egy, egy békes hatalomváltás van. A másik jó hír, azt nyilván hát, hogy én óriási olimpia néző vagyok, amúgy is nagy sportszajongó vagyok, de, de az olimpia aztán ez végképp egy olyan dolog nekem, mikor már nem tudom, napok óta arra készülök, tehát hogy már, már tudom azt, hogy, hogy Szilágyi Áron a hetedik sportoló lehet a, a, a világon, aki mondjuk négyszer nyeri meg ugyanazt a, a, a versenyszámot, és mondjuk Michael Phelps, Carl Lewis szintű emberek vannak benne, tehát hogy ilyen, ilyenkor már nagy, nagy vagyok, hogy, hogy, hogy akkor hogy tám, mikor mit fogok nézni a következő két hétben, úgyhogy ezt nem vártam már, és az most már itt van. Én is kettőt fogok mondani. Az első, gyorsan lezavarom, hogy milyen nagy öröm, hogy a Marcival ismét közösen vagyunk egy podcastban. Nem voltak még? Évek. Mármint, hogy. Amióta a 3-3-3 marcizott most. Akkor ő helyetted is. van, azt nem mondtunk. Hát, akkor ez el is köszönnék. <gül> <gül> Második jó az, hogy újabb kihívásokat keresek majd. Nem, de hát ez egy Marci egyébként is... egy még keresi a alelnök jelöltje. Hát nem egy <laughs> Biden, de majd meglátjuk. Igen, mert volt egy határsértők néven futó podcastunk, amit a COVID Covid elsöpört. Talán az első 24-es podcast Talán volt igen. szerintem, vagy valami hasonló, hogy kb. az elsők egyike, de hát ez nekem kifejezetten öröm, ugye én egyébként is nagyon szeretlek téged, egyik legokosabb kollégánk volt, úgyhogy nagyon örülök, Szabadul hogy végre, végre egy okos ember is van ebben a podcastban. És még ezután fogsz mondani a másik ez kívül. Ennél jobb hír ugyan nincsen, de én egyébként a heriszinoltségét mondanám. Ugyan Szerintem, ha amerikai lennék, én valószínűleg republikánus lennék, hiszen egy hívő szélsőségesen szabad piacpárti ember vagyok. Bár a katolikusok azok ritkábban republikánusok, inkább demokraták szoktak lenni a kisebbségi háttér miatt. De hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy, egy kicsit a normalitás felé tértünk vissza az amerikai politikában, és nem, nem arról viccetkezünk, bármilyen jó véleménnyel is vagyok a Biden elnökségről, hogy egy elítélt 78 éves bűnöző, vagy pedig egy, egy látványosan fizikailag leépülő 81 éves ember lesz az Egyesült Államok következő elnöke, hanem van ezzel szemben egy ilyen megnyugtatóbb alternatíva is. Mondom ezt úgy, hogy én a trump -a kapcsolatban sem voltam annyira elutasító soha, mint, a, azt a, mint azt Európában szokták tenni, de szerintem ez egy, ez egy, nagyon jó dolog, hogy, hogy van verseny, és van egy reálisabb jövőkép. Ez utóbbi én is pozitívumnak tartom, de az olimpiai témának egy ilyen magyarországi leágazására csatlakoznék rá nagyon röviden, hogy remélem, hogy ez az elmúlt egy hétben történt legalábbis, hogy a, a... Az, hogy így 2024-ben sikerült elérni azt némi felhördüléssel, hogy a Nemzeti Sport címlapján újra újra nyomták a Nemzeti Sport olimpiai kiadását, ha jól értem, azért, mert... Nem kiderült, hogy nők is indulnak kiderült, az olimpián. Kiderült, hogy nők is indulnak az olimpián. Ez szerintem minden... Amit ellenzünk, de amit ellenzünk, ha már így van... Ez egy örvendetes dolog. Az még örvendetesebb lett volna, hogyha ebbe a megújított verzióban a nők is hasonlóan, hogy mondjam, akció közben láthatók, vagy mert még mindig látható a reprezentációban némi különbség, hogy az ilyen kedves mosolygós képek a nők részéről és a férfiakról, meg ahogy így az öklükkel a magasba csapnak, vagy, 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 vagy éppen a sport legnagyobb hevületében látszanak, de, de már szerintem ez is nagy lépés, és csak jó dolog, hogy Képes bárki és bármi is, amikor képes felülírni, korrigálni egy hibát vagy egy elrontott dolgot, az szerintem 2024 Magyarországán egy nagy szó, mert bántóan vagy zavaróan ritkán történik meg. Szerintem azt még hozzuk fel, hogy ezekkel a janinak volt köszönhető nagy részt, hogyha jól értem. Szerintem mások is. Mások is? Tették Nem csak férfiak, nők is szóvá tették. De egyébként a janek is. De hát igen, szóval miközben meg pozitívan emelett ki az, de hogy tulajdonképpen az meg, hogy így ránézel és nincs az az érzésed, hogy itt valami nem stimmel, azért az kicsit nekem még mindig furcsa úgy, azért... hogy itt azért nem az van, hogy, hogy kicsit több, tényszerűen kicsit több férfi aranyes érsünk van, mint női de hogy azért nem kellett én nagyon keresgélni, hogy kiket rakjunk rá, hogyha, hogyha egyébként nőket is akarunk. Valóban most úgy áll a helyzet, hogy. mert azért volt ö, olyan olimpia, ahol gyakorlatilag szinte csak női esélyeseink voltak. Meg, ha az elmúlt olimpiákat végig gondolod, hosszokat katinkával, meg kozák Danutával, akkor azért lehet, hogy nem lett volna ez a helyzet, és most, most tényleg kicsit ö, a férfiak felé tolódik a, a, az esélyeseknek a, a sora, de hát azért. Persze, tehát, hogy ebbe azért... Szóval nem nagyítóval kellett keresni azt, hogy akkor kit lehet oda felrakni még. Igen, igen, igen. Tehát ebbe a, ebbe a jó hírbe valójában benne volt, benne volt egy nagyon lesújtó, lesújtó, dolog is. De az mindenképpen legalább, hogy korrig, korrigálásra hajlamos valaki, az, az, az én mindig pozitívumnak tartom. Még ha nem is sikerült tökéletesen. Úgyhogy ennyi volt a mai három armad. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek így továbbra is, és ne felejtsetek regisztrálni a 24.hu-ra, illetve a kérdéseiteket a napi rend utánba várjuk a 3.3.kukac24.hu e-mail címre. Ha a jövő heti háromharmadról sem szeretnétek lemaradni, akkor iratkozzatok fel a 24.hu YouTube csatornájára, állítsatok be értesítést, vagy maradjatok egy hétig itt a számítógép előtt. De megtaláltok minket az összes fontos podcast platformon is.